Polgármester úr, nagy tisztelettel, szervusz! Isten hozott! A legjobb helyen vagyunk, két út között, ha szabad így mondanom. Ugye hát építünk nagyon komoly útfejlesztéssel, szeretnénk most már végre lezárni a herédi útfejlesztéseket, hogy minden irányba jó úton lehessen jönni, menni Herédre. Itt lőrinci összekötő út Heréddel el fog készülni, utána Heréden belül az a kis szakasz el fog készülni, ami elmarad, illetve hát a másik irányba csináljuk a kerekharaszi autópálya felkötőt is. A másik fejlesztés pedig itt a mellettünk lévő területen egy nagyon komoly, mint egy 600 milliós ipari park fejlesztés indul. Én bízom benne, hogy cégek jönnek Herédre. Egyébként ugye a lőrinci ipari park is valamikor Herédhez tartozott. Ez így igaz. A laktanya, a régi laktanya. Kicsit fáj is ennek. Igen, de nem baj, most pótoljuk a dolgot, úgyhogy egy komoly ipari park és komoly elérhetőség a megújult 21-es úton keresztül. Meg hát ugye egy napelemparkot is építenek itt, ami megint csak egy fontos dolog. Mi lesz az ebéd? Ma a brokkoli krémleves lesz, szezámos csirke, már főtt burgonya és párolt kukorica. Jól éreztük az illatot, úgyhogy nagyon jó. Bírja még kapacitással a konyha? Igen. Na, szuper. Jó van, örülünk neki, hogy ennyire jó sikerült. Meg szép épületben, igen, jó helyen. Igen, és jó dolgozni. Megszépül az óvodátok is, összességében mint egy 60 millió forintos pályázat érkezik és érkezett ide. Ugye kívülről le tudtuk szigetelni, szép új színt kapott, a tető is megújult. Belülről ugye a konyhának sikerült a felújítását megoldani, nagyon szép lett és kulturált, és hát most lesz majd még egy felújításunk. 10 millió forintból óvoda belső felújításokat hajtunk végre. Úgy van, úgy van. Kialakítsuk a mozgáskorlátozott mozdókat, az összes lámpát cseréljük ledes lámpatestekre, több nyílázáró cseréljük. Takarékos lesz az is. Takarékosabbá teszünk. Szép lett egyébként az épület, nekem nagyon tetszik. Egy másik megújult épület. Itt összességében egy fejlesztéssel már végeztünk, kívülről nyílászáró csere, szigetelés, energetikailag megújult az épület, és van még egy fejlesztés előttünk, ami az EFOB-on fog történni, belső felújítással, egyéb ilyen dologgal, sőt, energetikai fejlesztésünk is van, ugye jól tudom. Így van. Még bent is. A klik pályázat, ha jól tudom, 16 másik település együtt, igen, napelemek kerülnek a... Az is, így van, úgyhogy... Napelemek kerülnek az épület tetejére. Az elmúlt években azt tapasztaltam, ezt köszönhető Szabó Zsolt államtitkár úrnak, hogy nagy mértékben fejlődtek intézményeink. Ez szemmel látható mindenki számára, aki a falunkban él és aki a falunkban látogat. Büszkék vagyunk rá, hogy Heréden a gyerekek sportolnak, nagyon aktívan sportolnak. Ez a műfűves pálya, tehát ilyen jellegű pálya nem sok helyen van, és nagyon jól sikerült megoldani. Mindegy, egy évvel ezelőtt adtuk át, és hát azóta is rengeteg gyerek focizik. És hát ami a másik dolog pedig, hogy maga a nagypálya és az egész sportpálya, sportétesítmény teljesen rendben van. Egy jó kis sportközpont itt a környéken a Herédi Egyesület. Ebben a belügyi pályázatban kettő utca, ez csak az egyik, ez a Rákóczi útnak, hát hogy mondjam, ilyen mellékútja vagy szervízútja, nevezzük bárminek, de Rákóczi úthoz tartozik. Uh-huh. És van még a Kossuth út. Uh-huh. Az hosszabb is, mert ez csak 250 méter, de a Kossuth út az kicsit hosszabb, az ilyen 400 méter. Uh-huh. De mi a kicsinek is tudunk örülni. Na, hát, sok apróból lesz a nagy a végén. Úgyhogy... Ez a Kossuth utca, egy kicsivel hosszabb, mint az előző utca volt. Ez körülbelül 400 méter. Körülbelül 400 méter, nagyon rossz állapotban volt, úgyhogy hál' az ének ezt is sikerült ugyancsak ebből a BMS pályázatból felújítani, úgynevezett háromlábúból. Így van, és az elszámolása is most van folyamatban.
itt is megoldottuk a vízelvezetést, sőt a végén csináltunk egy fordulót, hogy a kukás autó meg tudjon fordulni. Véleményem szerint nagyon szépen fejlődik a település, mind ez látható, ugye a óvoda, iskola, művelődési ház és a belső felújítások is egyre szaporodnak. Ilyen lesz például idén a művelődési ház belső korszerűsítése is. Alá van írva különböző szerződések. Én úgy tudom, hogy május környékén kezdődik ez a, ez a beruházás. Ugye egy csomagba vagytok több településsel, például Boldog is itt van, így van, Kerekharaszt is itt van. Úgyhogy meg Nógrád, igen, Nagybátony, meg talán a Versekkartal is, ebben a rendszerben van bennem. Így van, 600 millió felett van a teljes bekezdési költség. Ez nagyon jó. Lassan odaérünk, hogy van még egy-két olyan feladat a településen, például az új községháza megépítése, amit meg kell oldalunk, de egyébként lassan úgy menem minden meg tudtunk oldani, meg felépíteni, meg rendet tenni. Én azt hiszem, hogyha ez megvalósul egyszer, új hivatalt tudunk építeni, akarom mondani faluházat akarunk építeni, ha megvalósul, akkor elégebb már olyan nagyobb, nem mindig van feladat. 1,8-nál tartunk. 1,8 milliárdnál tartunk. Igen. Jó, de hát most lehet ezeket elérni, úgyhogy örömmel csináljuk.